Köszönöm, hogy visszatértek hozzánk a híradó után. Ez még mindig a Szabad Szemmel, az RTV közéleti politikai háttérműsora. Nem sokára politikai vita következik a közmunkaprogram üdvösségéről. Előtte azonban nézzék meg Somos András kollégám riportját, aki halmai ugrán próbált utána járni, hogy mit is jelent a helyieknek a közmunka. Mert igenis, minket is Isten teremte, drága testvéreim. Minket is az ő saját képmására teremtett. Amikor agyagból meggyúrt bennünket, belénk is az ő leheletét lehelte, hogy életet adjon. Akkor miért? Miért kell legyen az, hogy a cigány nem kell? Csak azért, mert barnák vagyunk. Míg mások több százezer forintokat költenek, hogy külföldre menjenek napozni, szoláriumozni. Schmidt Magda a roma holokauszt megemlékezésen a legnagyobb tapsot aratta a megemlékező fővárosiak körében. Elmesélte, hogy halmai ugrán bárhogy próbálkoznak, nem sikerül kitörni. Napos őszi reggel mindenki a boltba igyekszik, a hó végén is asztalra kell tenni a reggelit. Asszonyok érkeznek ki a jegyzőtől, mert nem tetszik nekik a bolti eladó. Azt hiszi, hogy most mindjárt mellé állunk. Vagy ő most beállt a pult mögé, azt ő mindegy eladó, osszál kenyered. Igen. Hát ezzel nem lehet. Hogy gondolta ő? Olyan hülye cigány. Ne itt kampányolja, hele fent a parlamentben, ahol a cigányokat lemondja minden bűnözőnek. Hát mit csináltak Gyöngyös Patán is? Megalázták, lepisíték őket, éjszaka nem hagyták aludni őket, terrorba tartották, hónapokon keresztül azt, akkor ilyen nem, mert osztogassa nekünk a kenyeret? Milyen jogon áll ő be egy élelmiszer bódba? Magdika bemegy a boltba, hogy meggyőzze Vona Gábort. Nem biztos az. Kérdezem meg, hogy bevehet-e velem. Lopott. Nem szeretné, hogy bejöjjek? Nem szeretnék. Ne, élősködő cigányoknak hívjanak bennünket, hanem igenis kétkezi munkásnak, aki tisztességes ember. És akkor nem kell, hogy el legyenek ítélve a cigányok, meg Magyarország, hogy cigánybűnöző is van Magyarországon, hanem igen, mi kiálltunk harcolni, demonstrálni. Van egy járulás kampányom, és nekem ez a választókerületem, ez ugye nem titok, tehát én gyöngyösi születésű vagyok, és ebben a választókerületben fogok indulni a választásokon. És voltam már közmunkás itt a környéken, egy étteremben felszolgáló, illetve a piaci kofa is, szó volt arról is, hogy egy kisboltban is, mint kisegítő megpróbálom magamat. Függetlenül attól egyébként, hogy ki milyen származású, azt látom, hogy a szegénység, a munkanélküliség az komoly probléma. Tehát általában, hogy most azt láttam, hogy kenyeret, felvágottat, maximum ezek voltak azok az árucikak, amik leginkább fogytak. A zöldség már nem annyira nyilvánvalóan, és hát az egyéb olyan luxus cikkek, mint amilyen a sajt, azt szinte nem is nagyon láttam, hogy fogyott volna. Az N1 híradó azt állította, hogy az ATV-s tábja felhergelte a cigányokat. Itt volt a kebzár ellen tüntettünk. Élem meg 20 éve akkor Miért nem állt a cigányok mellé, hogy igenis a halmai cigányok igenis dolgozni akarnak? Akkor odaállok mellé, mivel én elismert ember vagyok, Vona Gábor vagyok, akkor odaállok a cigányok mellé. Voltak ott Pestről, akik itt odaálltak. Voltak. Odaállt a Fidesz is. MSZP? Az MSZP-vel mi nem foglalkozunk. Nem lepődöttek, hogy a Vona Gábor szolgálta ki? Vona Gábor. Az melyik jobbikos? Aha. Igen? Azt nem láttam. Nem is vette észre? Nem. Nem vettem észre, pedig jobbikos vagyok én is. Oda mentem és lekezeltem vele mondjuk. Az ő elképzelése az ő elképzelése, az én elképzelésem pedig az én elképzelésem. Úgyhogy ezt nem lehet csak úgy pár szóval lebonyolítani. Érkezik a kisebbségi önkormányzat elnöke. Azt mondja, a helyi önkormányzat 16, egy civil szervezet 20 közmunkást alkalmaz, de még ez is kevés. Itt van például a Máterű Műzérti, itt az Itong, a Rigips, a Geosol, itt van falunkban a Detki kekgyár, a kekgyárhoz például több kilométerű hordják az embereket, holott tudnák hozni helyi lakosokkal is ezt a munkát. A Detki azt állítja, ő nem diszkriminál senkit a munkafelvételnél. Aki ott akar dolgozni, egy minimum tesztet kell kitöltenie, melynek eredménye dönti el az alkalmazhatóságot. Soha nem kutatták, kérdezték a munkavállalók származását, vélhetően azonban idézem, áll alkalmazásukban ilyen személy, akinek alkalmazását a fent leírtak szerint nem bőrszíne vagy származása, hanem a munkára való alkalmassága tette lehetővé, írja az ügyvezető igazgató. A kisebbségi elnök a Geosolhoz pályázott 3 hónappal ezelőtt, a cég hulladékfeldolgozással foglalkozik.
nehéz gépkezelő és csarkozvezetőire. Mert ezeknek volt kritériumuk, hogy ilyen legyen hozzájuk, mivel nekem van mind a kettő, hát mondom, hát nagyobb esélye lesz, de sajnos nem volt, tehát nincs semmi lehetőség ugyanúgy. 1400-an laknak a településen, 700 munkaképes, és mindenki dolgozna, ha tehetné, az elnök szerint. A férfiak gajazzák a falu szélét, az asszonyok takarítják az utat. A kisebbségi önkormányzat alelnöke is a Roma Magyar Egyesület jóvoltából dolgozik 19 társával 6 hónapon át. Nő, férfi, magyarok, így mondom, vagy magyarok is vannak. Korábban az önkormányzat közmunkáztatott 40 ezerért, most egy gyermektelen 50, a 3 gyermekes munkás 65 ezeret keres. Ebben az utcában életveszélyesek a körülmények, itt lakik Magdi néni is, ugyanezen a távolból is veszélyesnek látszó házsoron. A kibányászott gödörbe bármikor becsúszhat a háza. Ki lett mutatva, hogy Halmajugra Magyarországnak a harmadik leggazdagabb települése, ezáltal az iparűzési adó által. A Detki Kekszgyárban 30 éve még nagy számban dolgoztak betanított munkások, a mátrai erőmű építésében is segítkeztek a cigányok, mondja Magdi néni. Meg szeretném kérni a mélyen tisztelt, hőnszeretett miniszterelnökünket, hogy megmagyarázná-e olyan egyszerű hétköznapi szavakkal, hogy az analfabéta cigányság megérte, hogy mit jelent az, amikor ő kijelenti világ szeme fülle halatára, hogy a magyarországi cigányok rejtett erőforrás az országnak a számára. Nagyon sok második, harmadik generáció úgy nül fel, hogy nem látják apukát vagy anyukát reggel korán kelni, hogy készül, megyen dolgozni. De nem azért, mert nem akarnak dolgozni, hanem azért, mert bármilyen multicég legyen, a cigányokat nem veszik fel dolgozni. A Mercedes gyárban például abszolút nem lett téma az, hogy milyen származású, és tudjuk, hogy a halmozottan hátrányos helyzetűek között, és köztük a romák is szép számmal dolgoznak ott a gyárban. A romák változtatni akarnak a kis településeken, mondja a felzárkózásért felelős államtitkár. Az uniós források legutóbbi elosztásánál már a halmozottan hátrányos régiókat fokozottabban segítették. Az ÁSZ 2008-ban azt mondta, az akkori projektek 100 milliárdnál is több elköltött forinttal nem értek célba. Most az államtitkár szerint minden fillérrel el tudnak számolni. Halmajugrán az iskola szépül, a városkép rendben van, a több 10 milliós iparűzési adóból, na meg az uniós pénzekből sok jut a településre. Itt konkrétan az óvoda bővítésre, ahogy a falutábla mellett olvasható útfelújításra is. Egy friss tanulmány szerint a legszegényebb társadalmi egyötödre a GDP 1,6%-át költi a kormány. A közgazdász-szociológus szerzők azt mondják, a gazdasági ösztönzés nem elég, minőségi oktatási program és az egészségügyi ellátás javítása is kell. A kormányzati felelős azt mondja, ők is érzik ezt. Elődeikhez képest viszont új a szemlélet. A segélyezés alapú megoldások helyett mi egyértelműen egy munka alapú társadalomban, illetve megoldásban hiszünk. Ma 1 millióval kevesebben dolgoznak, mint kéne, mondja. A közmunka a piaci munkát nem találókon segít, és az inaktívakat képzésekkel segítik. A kitörést a mintaprojektek és a szociális földprogram jelenti, állítja. Magatehetetlen családokhoz, nénikhez, bácsikhoz megyünk, akik nem tudják anyagilag megengedni azt, hogy félásasság a kertet, rendet tegyenek, vágjanak fát. 20 ember itt, 30 Gyöngyösön dolgozik. A közmunkások foglalkoztatására pályázaton pénzt nyert cég vezetője azt mondja, a cél, hogy adófizetővé váljanak az emberek. A multik nem nagyon veszik fel a helyieket, ezért mindenki részt vesz a képzéseken. ECDL számítógépkezelőtől kezdve a heggesztő, a targonca vezető, minősített heggesztők, tehát olyan többféle festő, tehát olyan szakmák, amelyek a mindennapi életben, a gazdasági életben hasznosíthatóak. A település vezetése meg passzív, állítja. Ha én lennék mondjuk a polgármester, akkor a betelepülés előtt egyeztetnék, hogy az itt élő munkanélküliek foglalkoztatására nyílhasson lehetőség. Gyöngyös környékén képzettek az emberek, a cégek tehát nem feltétlenül ezért nem alkalmazzák őket. Témánk még mindig a közmunka. Vendégeink Spaller Endre, a KDNP, a Foglalkoztatási Bizottság tagja, és Gurnándor, a szocialista képviselő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok!
Most a kormány kiterjeszti télen is a közmunkaprogramot, és 200 ezer ember kap lehetőséget, ami azért újdonság, mert eddig jellemzően télen leálltak ezek a programok. Ez az érintetteknek mindenképpen jó hír kéne, hogy legyen. Önöknek mégsem tetszik az MSZP-ben. Miért? Nem erről van szó, hogy nekünk nem tetszik. Arról van szó, hogy cinikus és politikai érdekeket szolgáló mindaz, amit csinálnak. Elmúlt 3 esztendőben is volt tél, ugye, és hát ezek a programok elmaradtak. Most érdekes módon néhány hónap múlva beköszönt majd a választás. Hát ezt a választást megelőzően most van téli közfoglalkoztatás, 200 ezer főt érintően, ebből 100 ezer ember majd dolgozik. Hát kérdéses, hogy mit, de mondjuk azt, hogy dolgozik, másik 100 ezer embert bevisznek képzésbe. Milyen képzésekben? Hát látjuk, nap-nap jelennek meg a hírek, hogy milyen típusú képzések. 48 ezer ember például olyan képzésbe, amely így az egy kezemen megszámolható újak tekintetében majd megmutatja azt, hogy egy meg kettő, háromból kettő az mondjuk mit jelent. Vagy hogy hogyan kell köszönni, vagy hogy mi a konfliktus, ha két ember között mondjuk nézetbeli különbség van ez a konfliktus. Bocsánatot kérek, ne haragudjon. Ez cinizmus. A másik része ennek a történetnek az az, hogy akkor is, amikor több 10 milliárd forintos nagyságrendű pénzt használnak feletekintetben, akkor mondjuk mondok egy példát, Borsodaboly Zemplén megyében nagyjából 500 képzést indítanak el. Ennek a képzésnek a kapcsán egy adott képzőszerv 374 darab képzéshez jut hozzá, 6500 főt érintően. Komolyan gondoljuk azt, hogy mondjuk aki akár gépgyártás technológiával foglalkozik, vagy mondhatnék mást is, a cipő felsőrész készítésre fogja tudni okítani ezeket az embereket. Vagy egy másik cég, amely ez év nyarán lett bejegyezve, mondjuk angol nyelvű akkreditációval rendelkezik, az segéd mezőgazdász, növénytermesztő, tartósító tanfolyamokat fog tartani 600 főnek. Szóval azért mondtam cinikus, és ez nem az emberekről szól, sajnos. Jól értem, hogy ön azt mondja, hogy ez az egész képzési rész, ez arról szól, hogy haveri cégeknek megbízásokat adjanak, miközben értelmetlen és megalázóan ostoba dolgokat tanítanak ezeknek az embereknek? Ön nem látja rosszul ezt a kérdést. Én csak próbálom dekódolni, hogy mondok, mit szól Els Paller Endre? Ugye itt is láthattuk ebben a videóban, és szerintem ez egy nagyon, nagyon profi videó volt abban a szempontból, hogy nagyon is jól bemutatta a problémákat. Ugye a Detki is világosan fogalmazott, ugye pont ebben a filmben, hogy van egy kis teszt, és aki azon a teszten nem megy át, az föl se veszik. Tehát, hogyha az illető nem tud írni, olvasni, akkor esélye sincs a tesztet megpróbálni. Tehát azt mondja, hogy nem azért nem dolgoznak a cigányok ezen a településen, mert nem lenne munka, hiszen itt speciál rengeteg üzem nem van, tudom, hogy hanem mert éppen a készségeik nincsenek meg, és ezért igenis arra van szükség, hogy 3 elszámolni tanítsák meg őket. Én azt mondom, hogy szükséges az. Ott, ahol még egyszerűen nem tudom, hogy ezen az adott településen pont miért nem dolgoznak, ha nem dolgoznak, de azt mondom, hogy összességében a közfoglalkoztatásban résztvevők között nagyon sokan vannak olyanok, akik mondjuk nem fejezték be a 7. osztályt vagy a 8. osztályt, akik 15 éve voltak utoljára iskolapadban, és akkor sem szerették az iskolát, és ezeket az emberekkel meg kell szeretetni a tanulást, és esélyt kell neki adni arra, hogy befejezzék a 7. 8. osztályt, de az is elhangzott a videóban, és még egyszerűen nagyon örülök, hogy ilyen minden témakörre kiterjedő volt, hogy elmondták, hogy viszont aki meg ezt tudja, annak viszont hegesztést tanítanak, és különböző olyan szakmákat, amelyekben el fog tudni helyezkedni azokban a gyárakban, amikről Gúr képviselőtársam is beszélt. Tehát akinek erre van szüksége, az ezt kapja, akinek arra van szüksége, az azt kapja. Persze nagyon jó lenne, hogyha már ilyen bejáratott programok lettek volna, ugye, és a szocialista kormányok alatt is lett volna ilyen téli képzés, hiszen rendszeresen ugye télen a közmunkásoknak nehéz feladatot adni, hiszen sem mezőgazdasági munka nincsen, se nagyon sok minden más, amit ők végeznek, ugye télen lényegében sem nincsen, hogyha lehullik a hó, akkor van egy-két napig munka, de egyébként nagyon kevés munka van. Tehát ez egy jó ötlet, ez korábban is föl lehetett volna vetni, korábban is meg lehetett volna szervezni, és akkor kirostálódtak volna a rossz programok. Most azonban arról van szó, hogy ezt először csináljuk, lesz benne jó is, lesz benne rossz is. Én remélem, hogy ez egy esélyteremtő program lesz. Két egyszerű gondolatot megenged, szerkesztő asszony. Gondolom, képviselőtársam azokra a cégekre gondol itt, akik a kormány stratégiai partnerei, mondjuk a Jabil, ahol most a karácsony megelőzően 673 embert bocsátanak el, vagy épp a Dunaferre, vagy hasonlóan mondhatnék még az előző hónapokból nagyon sok céget, ahonnan így százával, ezrével bocsátanak el embereket. Ugye ezekről beszél, gondolom, az 1 millió új munkahely egyében, de nem akarok kitérni a közfoglalkoztatásból ezért. A második gondolatom ide vezet vissza. Képviselőtársam, 2010, hiszen ön beszélt róla a kormányváltás időszakában, a közfoglalkoztatás keretei között lévő emberek zsebbe,
nettóba zsebbe 60.200 forintot keresnek. Ugye emlékszik még arra az ominózus 47.000 forintos közfoglalkoztatási bérre? És tudja, arra 47.000 forintra, amire önök azt mondták, hogy abból is meg lehet élni. Majd utána most ott tartunk, hogy 49.100 forintból kell megélni. Egy kis kecskét még, gombát még tegyünk meg, és akkor rendben vannak a közmunkások. Ez az önök értékítélete. Az a baj, pont az a baj, képviselőtársam, hogy önök a munkaerőpiacot úgy akarják befolyásolni, hogy statisztikailag közfoglalkoztatottként nyilvántartva embereket, beveszik őket a foglalkoztatottak közében, közben nem igaz az az állítás, hogy ezek az emberek mondjuk példaként döntő többségében értékteremtő közfoglalkoztatásban vennének részt. Ez a baj, itt van az alapvető probléma. És tudja, hol van még? Az sem igaz, hogy 2015 meg nem így volt. Én mondok önöknek 100 példát, ahol csak abban a választóközöbben, ahol én tevékenykedtem, kis kastélyok felújítását végezték közmunkások, vagy épp olyan idősek otthonát, amelyben ma idős emberek élnek és laknak, és ezek között cigány és nem cigány ember együtt dolgozott. Szóval az értéktorzulások ma 200 közmunkás van, csak azért, hogy a tévénézők is tudják, hogy ugye erősítse meg, hogy nem volt 200 közmunkás az önök idejében. Erősítse meg, fel annyi volt, fel annyi se volt. Mondom, épp erről beszélek, hogy a foglalkoztatás tekintetében önök három dolgot csinálnak. Bocsánat, csak én is meghallgattam önt. Tehát az a kérdés, hogy mi a több lehetőséget az embereknek? A közfoglalkoztatás, vagy az, hogyha segélyen ott vannak. Ezt az egy dolgot kell, én szerintem nagyon világos eldönteni. Én szerintem a közfoglalkoztatás miért, mert olyan emberek, akik lehet, hogy 5-10-15 éve, lehet, hogy csak a válság elej óta, de lehet, hogy sokkal régebb óta nem mennek el dolgozni. Itt a hölgy is elmondta a videóban. Olyanok, akik harmadik generáció nő fel úgy, hogy nem látta az édesapját elmenni dolgozni. Ő nekik mi ad több lehetőséget? Én szerintem a közmunka ad több lehetőséget. Az, hogyha most látja, ő saját maga és az édesapja elmennek dolgozni. De ők nem fognak más munkát kapni, sajnos ma még csak a közfoglalkoztatást, és hogyha be tudják fejezni például az általános iskolát, ha még nem fejezték be, ilyen képzések keretében, akkor lehetőségük van rá, hogy esetleg ebből kikerülve még tovább menjenek, hiszen erre is van példa, a belügyminisztérium ebben egy nagyon jó végét, számot. Ha megtalálta a mondat végét, akkor szeretném adott. Önt egy dologra figyelmeztetni. Önök 3,5 évvel ezelőtt 1 millió új munkahelyet ígértek, olyan munkahelyet, amely igaz 10 évre, de 4 évben az 400 000, amely a gazdaságban születik. Meg nem közfoglalkoztatásról beszéltek, amely a gazdaságban új adóforintokat termel. Igen. Hát ebből látjuk, 220 000 forintnál tartom. A másik része a történetnek. A közfoglalkoztatást nem statisztikai eszközként kell használni, a közfoglalkoztatást értékteremtő munkával párosított tevékenységként kell használni. Önök nem erre használják. Cínikus mindaz, amit önök ezzel a 100 000 fős képzési panel részével kapcsolatban akarnak majd most megcsinálni. És még egy gondolat a végére. Az pedig az, hogy ön akkor nem az én szemembe, a közfoglalkoztatottak szemébe, akkor nézem bele majd nyugodtan, hogyha a kétharmados kormányuk az a közfoglalkoztatottak megszerzett jövedelmének az egyharmadát nem veszi majd el, mint ahogy ezt most megtette. Tudja, a 60.200 forint és a mostani 49.100 forint, ami vásárlóerőértékben 2010-re visszaszámolva, olyan 42.000 forint. Azt tették önök a közfoglalkoztatottakkal, hogy elvették tőlük a vásárlóerő értéküknek, a megszerzett pénzüknek az egyharmadát. Mi azt tettük, hogy kibővítettük, és én azt gondolom, hogy mi közöttünk ebből a szempontból nincsen vita, hogyha a közfoglalkoztatást nem tartja jónak, mint hogy most ezt hallottuk nagyjából, ezt hallottuk egész mostanáig, hogy ön szerint ez nem jó, akkor szerintem nekünk nincsen vita. Önnek nem tetszik a közfoglalkoztatás. Cínikusan és nem a közfoglalkoztatottak érdekében hívják életre mindazt, amiről beszélnek. Önnek nem tetszik, hogy ezeket az embereket képezzük. Pénzhez jutnak hozzá, mint 3,5 évvel ezelőtt. Jó az, hogy ezeket az embereket képezzük? Akkor, ha jól értem, hogy hol tartunk most a vitában, ugye Gurnándor azt mondja, hogy kevesebbet fizetnek, és Paller Endre azt mondja, hogy viszont többen jutnak közmunkához. A közmunkával kapcsolatban viszont, hogy az egyik alapvető érv az mindig az szokott lenni, hogy ez nem arra való, hogy az embereknek megold
oldja az életét, hiszen nem is oldja meg teljes munkaidőben, nem tud mindenki heti 5 napot, 8 órában közmunkát dolgozni, arra való, hogy átvezesse őket a munkavilágába. Viszont korábban voltak erre felmérések és adatfelvételek, hogy ez mennyiben történik meg, és 2011 óta ezeket az adatokat hivatalosan nem gyűjtik, amiből meg lehetne állapítani, hogy valóban hányaknak sikerül elhelyezkedniük a gazdaság által teremtett munkahelyekben a versenypiacon. Hát ez nem pont így van, ez nem pont így, ugye a belügyminisztérium gyűjti, ugye ez azért van, mert átkerült a közfoglalkoztatás egyik minisztériumból a másik, most a belügyminisztérium gyűjti. Az állami számvevőszék is megfogalmazta, hogy ez egy probléma, hogy nem gyűjtik ezeket az adatokat, és kellene egy monitoring rendszer, mert jelenleg nem tudjuk. Nem az a baj, tudjuk, csak nincs. Ugye az a kérdés, bocsánat, csak mert tőlem kérdezte a szerkesztőasszony, tehát ugye az a kérdés, hogy mit nevezünk annak, hogy egy közfoglalkoztatott átkerült a rendes gazdaságba. Az, hogy elhelyezkedett? Vagy az, hogy ott dolgozik 30 nap múlva? Vagy 60 nap múlva? Ugye a belügyminisztérium azt mondta, hogy azt tekinti elhelyezkedettnek, aki 180 nap múlva, tehát egy fél év múlva még mindig azon az egy munkahelyen dolgozott. Nem azt, aki átkerült oda, aki esélyt kapott, nem azt, aki ott meg is állta a helyét. Hiszen, hogyha fél év múlva még ott dolgozik, az azt jelenti, hogy a cégnek valószínűleg szüksége van rá. Ebből a szempontból 7-8% az, ami egyenlőre kevés, de ez még egyszer mondom, ez egy kisvárosi ember, aki ilyen módon esélyt kapott, hogy átkerüljön talán a semmiből a közfoglalkoztatáson keresztül a rendes munkaerőpiacra. Én ezt nem becsülném. Van vissza egyébként a számokon, mert az ombudsman viszont csak 4,3-ről beszél, és ugye pontos mérések nincsenek. Egy rövid reakcióra van, nagyon csak időn gúrnál. Köszönöm szépen. Csak annyit mondanék, hogy nagyon jó lenne, ha minél többen tudnának az elsődleges gazdaságba szerepet válni, de az a baj, hogy az elsődleges gazdaságban csökken a foglalkoztatottak száma. Ez nem igaz. Csökken a gazdaságban a munkahelyeknek de a száma. Nem igaz. Ez tényszerű. De ez nem igaz. Ez tényszerű. De ez nem igaz. Olvasni kell, képviselőtársa, nem beszélnek el anélkül. Önnek én is. Olvasom, én tudom is. A másik része a dolognak az az, hogy pont ebből kifolyólag, ugye a közfoglalkoztatásból nehéz Londonban, nehéz Németországban, még Ausztriában is tovább lépni. Ha Magyarországon csökken a foglalkoztatottaknak a száma, de Magyarországon, nem csökken. De nem csökken. Ebben az országban a 93 ezer négyzetkilométeren több százezer emberrel kevesebben dolgoznak ma, mint a gazdasági pénzügyi világválság beköszöntek ott, de még a kormányváltás utáni első negyedében. Nem igaz. Olvass el a KSH számait. Önnek lövése nincs, képviselőtársam, arról, amit olvas. Azt kell, hogy mondjam, lövése nincs, mert nem számokat kell maga előtt látni, hanem a számokat értelmezni kell tudni, tudja? Matolcsit kérdezze meg azt, hogy 500 ezer embert, aki külföldön dolgozik, Matolcsi nem gúrmondja, hogy akkor hogyan néz ki ez a helyzet. Nézze meg, hogy mennyien dolgoznak ma Londonban, csak Londonban, nem Angliában. Nézze meg, hogy mennyien dolgoznak Németországban, megmondom önnek, 110 ezeren. Nézze meg a GKI kimutatásait, ne csak a KSH-ét. Nézze meg azokat, hogy mondjuk a 6 hónapnál régebb futamidőt munkában töltöttek száma mennyi, 280 ezer. Nézze meg azt, hogy a szezonális foglalkoztatás keretei között mennyien dolgoznak. Nézze meg, a KSH az ILO statisztikáját, az Eurostatnak megfelelő statisztikát használ, és ez szerint csak nem 200, a Magyarországon dolgozókat veszi számba, hanem a magyar embereket, akik Magyarországon és külföldön dolgoznak. 220 ezer emberrel dolgozik ma többen, dolgozok ma több, mint a kormányváltáskor. Az egyébként már a gazdasági minisztérium is elismerte, hogy ebben a statisztikában beleszámítanak a külföldön dolgozók is. Egy éven belül külföldön dolgozók. De erre a vitára most már nincsen több időn. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.